nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Ardona önkormányzata nevében, Vida Jánosné jelenlegi üzemanimator festőművésznő kiállításán, és szeretném azt mondani, hogy egy ilyen kiállítást mindig úgy kell fogadnunk, mint egy örömünnepet. Mert aki idehozta a kiállítást és megmutatja a saját képeit, az nem csak a képeit, hanem a belefektetett munkát, a lelkét, illetve mindenképpen egy hangulatot fog itt nekünk átadni, amivel egy kicsit saját magához lop bennünket közelebb. Jenei Gizikének ez a, ha jól tudom, a második önálló kiállítása, így hogy nagy öröm az is számunkra, hogy második kiállításként nálunk jelennek meg munkái. A művészet mindig felelősség, és ezt nem szabad elfelejteni, bármilyen művészeti ágban is foglalkozunk. Szeretném felkérni akkor Angárnyi Nagyanitát, hogy folytassa a megnyitó. Köszönöm szépen! Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntöm a magát, Vida Jánosné Jenei Gizella amatőr festőművésznő Sohasem késő című kiállításán, és külön köszöntöm Szűcsné Pálutas Orsolya alpolgármester asszonyt. És mielőtt a művésznőt bemutatnám, szeretném, hogyha meghallgatnánk alkotótársa és barátja, Pédányi Gabriella versét. Fogadják sok szeretettel! Színekbe öntött álom. Feszülő fehér vásznom inni kért, huncutó rám kacsint a színekért, hibogat szűzies tisztasága, mintha egyre csak ecsetemre várna. Elindul kezem, és elmémmel látja, amit festeni fogok nem sokára. Ecsetemmel simogatom a vásznot, többé már nem is érzek fájdalmat. Mintha megszűnne a tér és idő, mikor alkotásba kezd a festő. Óvatosan indulnak a színek, lassan kialakulnak az évek. Formákká válik egy terv vagy álom, napfénye csillan az alkotáson. Festőkés vagy ecset sebesen dolgozik. A kép egyre jobban kiteljesedik. Peregnek a percek, majd az órák, a sötét észrevétlen borul ránk. Összes érzékem a festékbe mártva, szivárvány lelkem a vásznon kitárva. Rövid éjszakák, kevés alvással, amíg elkészülök az álomkép mással, kell a festék illat és a látvány, álmaimat tartja a festő álom. Én a művésznőt egy másik kiállításon ismertem meg, ahol nagyon hamar összebarátkoztunk, és akkor kért fel a kiállítás megnyitására. Ez hatalmas megtiszteltetés számomra. Berentényi született, és ott töltötte gyermekéveit, és a középiskolát is ott kezdte el, majd a Kazincbarcikai Ságvári Endre gimnáziumban folytatta. Férjével, aki szintén berentei születésű, 1973-ban költözött Kazincbarcikára, 13 évet dolgozott a Borsodkemben, majd gépi hímzőként vállalkozást indított. Egyedi tervezésű termékei bejárták az egész világot, a budapesti Váci utcától Belgiumon át egészen New Yorkig, és itt Ardonán is sok mindenkinek ismerős lehet, hiszen szebbnél szebb kötényeket és viselterítőket készített esküvőkre. 1995-ben az Iparkamara jutalmaként a budapesti nemzetközi vásáron külön standon állították ki alkotásait. 1998-tól vendéglátó és kereskedelmi családi vállalkozásuk miatt 10 évre szüneteltette alkotói tevékenységét, de azt az ígéretet tette magának, hogy nyugdíjas éveiben festeni fog, hiszen már középiskolában is gyönyörű vázlatokat készített. A művésznő szavait idézve sohasem késő elkezdeni, olyat alkotni, amivel egy kis örömet lehet csempészni az emberek szívébe. Ebbe a rohanó világba meg kell állni egy-egy pillanatra, hogy feltöltődjünk az élet apró csodáival. Pár évvel ezelőtt a technikának köszönhetően Gizike számára kinyílt a világ, hiszen ezáltal nem csak ő mutathatja meg alkotásait a világnak, hanem ő is megismerheti más művészek alkotásait. A művészt köszönteni szokás, és ezért jöttünk ma össze, de igazi ajándékot mi kapunk ma tőled, képeidnek, alkotásaidnak, bemutatása mindenkinek örömet, felüdülést, megnyugvást, kikapcsolódást fog jelenteni. Köszönjük! Készüljünk egy kis műsorral neked, fogadják sok szeretettel Dányi Krisztián színművészt. Pédányi Gabriella, alkotók mámora. Nem vagyunk mi mások,
csak kicsit csibészek. Agyunkban lakozik alkotói fészek. Meglátjuk az érem harmadik oldalát, álmodunk még negyedikről is egy lírát. Szivárvány lelkünkben a művészet tombol, önzetlen szívünkben felhőtlenül vonul. Karöltve együtt járnak az alkotások, mint az édes testvérek, vagy jó barátok. Népszerűsíteni akarunk kultúrát, hogy úgy szeressék, mint gyermek a szamócát. Támogatni egymást okos kritikával, önbizalmat építeni mély hálával. Képeimmel adok írói ihletet, máskor verseimmel keltek képzeletet. Babát ringatok játékos soraimmal, ovisokat szórakoztatok humorral. Emléket állítok édesanyáinknak, meglepetést okozok sok barátomnak. Szemet simogatok színes látványokkal, dicsérem az Urat örök áhítattal. Drága Gyuzike, kívánok neked a magam és a rendelő vendégek nevében további szárnyalást, sok sikert, hivatásod tekintetében pedig további szárnyalást könnyedén, ahogy a gyermeki pillanatok repülnek a magasba gondolanul. Ezt pedig fogad tőlem szeretettel. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy megnyitottam a kiállításodat. Köszönöm szépen, máskor is szépen. Szeretnénk, hogyha mindig egy állomásként üdvözölhetnénk itt a képeit újra. Jó. És mindig újat hozzá. És mindig újat. Kiállítás meg nekem. Köszönjük szépen. Illetve Gabikának a közreműködést. Sajnos egy viszont még készült egy lehet. Mert hát is sem meg nem tudtam. Most szerintem. És akkor hallgassunk meg Krisztiántól még egy verset. Vízi, ez nem tudom, a képekhez szól. Ezt egy kicsit gyakorlásnak veszem, holnap utáni napon a vers mindenkinek megint van így az M5-ön, tudom ajánlani nyájuknak, és most készültem egy verse részlettel. Gida Jenőnek a Psalmus Hungaricus számból egy részletet szeretnék elmondani. Száraz nyelven kisebzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek, ott a bércek, szikla mellén, üljetek mellén. Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóthegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellén. Magyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban vagy Amerikában, üljetek mellén. Ti esztán születők, s ti porlócsomódú ősök, ti réghalott regősök, ti vértanúk, ti hősök, üljetek mellé! Ülj ide, gyűj ide népem, s hallgasd, amint énekelek, amint a hárfa húrjait, feszült idegen húrjait jajgatva tépem, ó népem, árva népem, dalolj velem! Mint akit füstös lángokra szítottak, vérszínű ózsetét, nehéz fanyarborok. Dalolj velem hörögve és zúgva és törögve, 10 millió, 100 millió torok. Énekelj, hogy világá hömpölyögjön zsoltárod, mint a poklok pikkat kénköves szele, s Európa fogja be fülét, s nyögjön a borzalomtól, és őrüljön bele. Mérges kígyó legyen eledelünk, ha téged elfeledünk, orú Jeruzsálem. Nyelvünkön izzó vasszeget verjenek át, ha nem téged emleget, ó Jeruzsálem. Rothadjon el lábunk, kezünk, mikoron hozzád hűtlenek leszünk, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem. Kicsit nem tudok rázolni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, nagyon szép volt! Igen, most még azt szeretném mondani, hogy igaz, hogy elkezdtem a kiállításokat, bár egy fiatal művész kérdezte, hogy na mikor viszem már, mert már sok az anyag, mondtam, hogy de én nem vagyok kész.
Hogy? Hát hány éves tetszik lenni? Akkor voltam 62. Azt mondja, hát akkor már nem kéne sokat várni. Na most már nem azért kezdtem el, mert már kész vagyok, mert szerintem az utolsó képig mindig tanulni fogok valamit a művészetből, amivel kicsit jobb, mint az előző. Így van? Így van. És csak mégis a mostani állapotomban hagy lássák mások is, mert én azért készítettem, hogy csak egy pillanatra is nézitek, örömet okoz már. Én is örülök, meg az is, aki nézi. És fogadjátok szeretettel ezt a kiállítást, és egyúttal szeretném felajánlani, hogy a többen ezt a képet elfogadjátok. Tartanak elég az jó, tartanak elég. Nagyon melyik technikát adom neked, hogy találtam a helyet. Ezzel pedig téged szeretnének jönni. Ennek úgy a bizzát, tehát szintén interjú idén. Anita. Hú, azt én kifejtettem. Egy nagy kérdés. Azt mondta, hogy szereti a csendéletet, szereti a préselt virágot, meg a tájképet. Na most akkor mit csináljak neki? Kicsit gondolkoztam, éjszaka, reggelre megjött a terv, és ezt alkottam mindenki. Hogy legyen meg minden, ami szeret. Jaj, de szép. Köszönöm szépen. Ezek igazi virágok, préselve, a üveg mögött a tájkép és a csend. Köszönöm szépen. Szabad most megnézni a képeket? Igen, most már. Megnyitjuk a tálat.